Üdvözlök mindenkit! gyors bejelentkezés a kertből. Javában érik a szőlő. Ez egy augusztusi muskotáj, azaz az palatina. Pöröskeinek vettem, de kiderült, hogy nem az. Nem is baj, mert nagyon finom muskotályos szőlőről van szó. Igaz, hogy nem annyira ellenálló, mint a pöröskei muskotáj, de most is nagyon szépen hozza a termést, és nem nagyon látok rajta se peronoszpórát, se lisztharmatot, úgyhogy ő is elég jól bírja a gyűrődést. Muszáj hálózni, mert nagyon szeretik a darazsak. Ha megnézitek, ott már látszik, hogy ami nem lett hálózva, a szét is kapták a méhecskék meg a darazsak, úgyhogy ez egy olyan fajta, itt jelen is van egy méhecske, amit muszáj, hálózni, különben a rovarok megdizsmálják. Zala gyöngyébe oltottam egy landist, hatalmas fürtöt hozott, és aztán egy kommentelő írta, hogy szerinte vágjam le a fürtöt. Én is úgy voltam, hogy az a helyes. Nyilván mohó az ember, úgyhogy nagyon picit azért hagytam rajta, hogy legalább meg tudjam kóstolni, mert én nekem még landisom nincsen, és nagyon kíváncsi vagyok az ízére, úgyhogy egy ilyen pici kis fürtöt hagytam rajta, lekurtítottam, és szerencsére azért látszik, hogy meg is indult már jócskán a kis oltvány, szóval így, hogy ilyen kicsi bogyót, bogyókat kell kinevelnie neki, így talán most már azt mondhatom, hogy megindult a oltvány. A paradicsom mellett itt van a gurman ramű, ezt is muszáj hálózni, különben nézétek meg, amúgy már ez is lassan kész van. Annyira finom muskotályos, hogy ezek a fránya hangyák is a csodájára járnak, és látjátok, hogy így kirágják. Úgyhogy ez egy nagyon finom muskotályos szőlő, muszáj őt is hálózni, különben ez a sors várja. Szóval a muskotályosokat, azokat szerintem mindenféleképpen hálózni kell. De mutatok egy nem muskotályos fajtát, és hogy azt miért kell hálózni. Nos, itt vagyunk a mérórál, és láthatjátok, hogy hát ilyen fürt maradt, vagy hát fürt nyesedék, vagy nem is tudom, minek mondjam ezt. Hát ezt így lecsupaszították a rigók. Tehát azt a, azokat a fűrtöket, amiket én nem hálóztam, és most nem a roserhálóra kell gondolni, mert azt most itt azért árnyékoltam, mert rendkívül égette a nap, ugye kevés volt a lombfelület, és ezáltal muszáj volt roserhálót is raknom. Tehát csináltam egy ilyen kontroll csoportot, hogy azokat a fűrtöket mennyire dézsmálják meg a rigók, és hát lehet látni, hogy nem sok mindent hagytak. Szóval ezért muszáj hálózni. Nem elég, hogy a darazsak kóstolgatják nekünk itt a szőlőt, hanem a rigók is. Azt észrevettem viszont, hogy a, a, világosabb fajtáknál, mint például itt van a mellette, a Nero mellett, ugye a Taina Monaha, ilyen gyönyörű, hatalmas, fürtökre képes, és nagyon finom muskotályos ízű, jó, itt is egy picit talán a hangyák elkezdték itt egy csipegetni, de nem vészes, de nem a rigók. Tehát ugye itt mellette a nérót, ami nincs behálózva, azt szétzabálták, ami hálózva az ugye megmaradt, és mellette a, a, fehér tajna monaha, az meg, az meg csak úgymond rovar által károsult, tehát a rigók nem bántják. Úgyhogy én erre mindenféleképpen odafigyelek, hogy ezeket a Világosabb fajtákat talán a madarak ellen nem kell védeni, de mivel ez is muskotájos, eljött az ideje, hogy meg kell védeni a bogaraktól, mert amúgy nagyon finom, és kár lenne, hát ez majdnem egy, egy kilós fürt. Egyet tud ez a tájna mondani, ha nagyon finom. Nekem tavaly, ugye, aki nézte a videóimat, íz kategóriában nekem ő volt az első. Nyilván vannak itt ilyen kisebb fürtök, meg elég rosszul kötött, úgyhogy vannak köztük jó kis madárkás bogyók. De ez egy nagyon jó fajta. Én nagyon szeretem. Nem messze a Dynamona hátul. itt van az írsai. Hát néztem, hogy Pécset már elkezdték szüretelni a szőlőt. Vannak olyan fajták, amik már kész vannak. Mivel nálam inkább csömege szőlőként van jelen, nem pedig borszőlőként, ezért ugye én egy picivel jobban terhelem így még neki kell egy olyan másfél-két hét, de már a fönti bogyók, azok már igen csak kezdenek jók lenni, de lehet látni, hogy én azért jó sokat hagytam rajta, nem is olyan nagy fürtökre képes most, és hát azt vettem észre, így a konklúziót levonva, vagy konzekvenciát, hogy a borszőlőim szinte kivétel nélkül az összesen jelen van a peronoszpóra, holott, és most nem a bogyókra értem, hanem a, a levelekre, holott a, a csemege szőlőimet ugyanúgy védtem, mint ezeket a borszőlőket, ugye ez is a peronoszpóra, lehet itt látni, hogy a, azok a csemege szőlők, amik egy picivel szellősebbek, és sokkal kevesebb lombozat van rajta, vagy hát szellősebb, azokon semmiféle peronosporás betegséget nem láttam. Ez például egy olasz rizling, meg egy szürke barát, azt hiszem. Igen, igen, igen. Ez egy szürke barát, és már valahol meg kezd kicsit színesedni. Szóval hogy ezek nagyon érzékenyek a peronoszpórára, és ugyanazt a permetet kapták, mint a, ezek a nagy ukrán-orosz és mégis itt azért javába lehet látni a peronszpóra nyomát. Egy héttel ezelőtt fújtam e, greenway és hát látszik, hogy itt is. Viszont a taldunom, ami egy olasz rizingbe van oltva, tehát itt tavaly toltottam, és itt már látszik, hogy ekkora volt a kis oltvány, itt van a kalluszosodás, ez csomó helyen lefagyott, és ugye ilyen kis billingeket hozott csak, de legalább meg tudom kóstolni. Na ő például látszik, hogy itt a, a lenti levelek, azok már ilyen csak kapják a betegséget. Tehát ez a talon is nekem egyelőre egy picit ilyen betegesnek tűnik. Nézzétek meg, hogy hát ez full peronoszpórás levél. De azt meg kell hagyni, hogy rendkívül sűrű itt a lombozat tehát nem szabad így elhanyagolni a szőlőt. szem is ugye totál elfagyott, ez aztán kirúgta magát. Azt észrevettem, hogy a, ha legyengül az immunrendszere egy növénynek, akkor mindenféle baja lesz, és látszik is a leveleken, hogy hát ez vergődik ám rendesen, itt tápanyag hiánytól kezdve a lisztharmatot is észrevettem rajta, sőt, ugye természetesen itt is az alsó leveleken, itt van a peranoszpóra. Mivel a kisebb bogyók már azért lassan-lassan zsendülnek, így én már csak most szódabikarbonát fogok használni, aztán meglátjuk, hogy megfogja, avagy sem. Egyedül egy fürtöt tudok nektek bemutatni, ami már lassan kész van, az itt van fönt. Hát ez egy 30 dekás kis fürt. Ugye ez a kismis velez réhamagvú, mert nem teljesen magnéküli, mert egy nagyon pici kevény azért szokott benne lenni, úgyhogy ilyen hármas kategóriába sorolnám, de amúgy nagyon finom, nagyon szeretjük. Úgyhogy ez a kismis velez idén nekem annyira nem adta, így hogy lefagyott, látszik, hogy szerencsétlen vergődik. Mellette a helikon szépét is meg tudom kóstolni nagyon örülök neki, mert ez egy hát elfeledett kis szőlő, ugyanis én ide ültettem szinte közvetlen mellé a veleszt, és tavaly nem hozott semmit, idén nőtt meg ennyire. Tehát nem is gondoltam, csak valahogy elfelejtettem itt kiszedni, és most úgy beindult, mint az állat, hát mondom, akkor hagyjuk meg, a veleszt úgyis el fogom küldeni oda balra, a helikon szépen meg, megy jobbra. És akkor ilyen szép fürtöket hoz. Nyilván nem egy ilyen hatalmas, de ebből is szerintem azért ki lehet hozni egy ilyen 40 dekás fürtöt. Ha minden jó, megy, nagyon szép ilyen aranysárgára fog beszínesedni, és látjátok, hogy itt is ugye jelen van a kártétel, tehát ezt is mindenféleképpen hálózni kell a rovarok ellen, mert ott a már ott dézsmálja. Ennek a nagy uv köszönhetően, hát idén hozott először termést a hát Líviának kaptam, aztán, hogy az lesz-e, avagy sem, majd kiderül, és látszik, hogy ugye ilyen gyeszora a nincs, amit takarja a fürtöt, és ezt a hálót is csak azért raktam rá, így ilyen, hát, ez súlyos gyanán, de hát ez, kevésnek bizonyul, mert láthatjátok, hogy full ez a napégés megtette a hatását. Tehát látszik, hogy a bogyók elkezdtek itt töppedni, és így gyönyörűen megégette a, a, bogyókat. Tehát ezt mindenféleképpen majd nekem takarni kell, mert ez a sima háló, ez kevés, úgyhogy egy hálót fel kell rakni. Mutatom, hogy mire gondolok. Itt van egy szuvenírtőke. tőke, én így takartam egy hálóval, mert tavaly elkéstem vele, hogy idén hamarabb fölraktam, és lehet látni, hogy talán, talán jelen pillanatban még nincs rajta napégés. Egy-két sérült bogyót látok rajta, de az semmi extra. Ez egy ilyen elég különleges formájú kis szőlő. Azt tudni kell, hogy szerencsére ez is lefagyott és hát nem hozza a teljes értékű fürtöket. Tavaly hozott, hát majdnem egy, 70 dekás fürtöt. Hát ez idén el fog maradni, és körülbelül ilyen 30-40 dekás fürtöket, ha ki tud nevelni ez a szőlő. Amúgy nagyon tetszik a formája. Poloskánk is már dolgozik. Hát, jó Istennek. Na, szóval arra, az, arra kell figyelni a, a szuvenín, és ugye napégésre érzékeny. Szóval mindenféle takarni kell. Ezt én meg is tettem, úgyhogy innentől kezdve csak várom, hogy nőjön és színesedjen. Mellette a Moldovám ugyanúgy megfagyott, kivéve egy-két helyen, ahol azért látszik, hogy itt azért szép bogyókat fog hozni. Nekem ez a legkésőbbi fajtám. Nagyon szeretem, mert elég jó ellenálló betegségek nem nagyon kapják, és sokáig a tőkén tartható. Majdnem a fagyokig rajta lehet hagyni, ugye a tőkén, és az egész család nagyon szereti. Dubowski, amelyik megfagyott, azok most így néznek ki, nyilván még nem színesedik, de van rajta rendesen, itt nem lesznek másfél kilós fürtök, egy ilyen 50-60 dekás. Fűrteket ki fog azért nevelni, de mutatnám a másik dubószkit, ami ugye nem fagyott el. Itt vagyunk egy másik dubószkinál, látszik, hogy már szépen kezdi felvenni a színét. Ez itt szerintem lesz, vagy 70 dekás fürt. Ugye a dubószkiról azt kell tudni, hogy egyöntetően színesedik viszont a hátránya azt, hogy nagyobb esőzéseknél ugye repedni fognak a bogyók, tehát nem szeretjük azt, hogyha érés előtt nem sokkal esik az eső, mint jelen pillanatban most eléggé itt vizes minden. Megnézitek itt a leveleket. Azért csöpög róla rendesen, itt volt éjszaka egy kis eső, és két nappal ezelőtt én azért locsoltam egy kicsit, tehát így is látszik, hogy a felső bogyók azért meg vannak repedve, és ami számomra meglepetés volt idén, hogy muszáj volt most ezt is takarnom, ugyanis ez a déltől ide tűző nap az rendkívül elkezdte megégetni a bogyókat. Tehát ez nem más, mint a napégetés, de gyönyörű a körmöm, napégetés nyomai. Tehát muszáj volt, nem elég, hogy ebből a zsákkal takarni, hanem a raser hálót is be kellett, hogy vessem, mert brutális volt most ez a múlt héten a 40 fok, 44 fok volt árnyékba, és akkor gondolhatjátok, hogy itt a nap mit tudott művelni velük. Megmutatok itt egy, hát egy rekord méretű dubószkit. Na hát itt is, ami olyan volt, mondjuk jó, itt már levágtam róla, úgyhogy annyira nem fog látszódni, de jelen vannak itt is a napégés nyomai. Tehát tavaly nem volt ilyen problémám, idén meg igen. Ott látszik, hogy mondjuk ott szét van már csattanva. És a Dubózkinak ez a baja, legfőképpen, hogy éréskor, ha jön egy nagyobb eső, akkor ez el kell szétcsattogni. És idén most bebizonyosodott, hogy muszáj lesz hálóznom, különben csúnyán meg tud égni ez a fajta. Mellette nagy büszkeségem a preobrazsénye, mindenki ismeri, rengeteget hagytam rajta, és amit észrevettem, hogy ez itt a probléma, kérem szépen, hogyha sikerül ráfókuszálni, azaz nézzétek meg. Száradnak el itt a kocsányok, és ezáltal a bogyók is asszalódnak össze, és pereg lefele. Na, és akkor itt jön a kérdés, akik nálam ügyesebbek, okosabbak, és láttak már ilyet, hogy ez fürkocsánybénulás, avagy valami másféle betegség, mert azt tudni kell, hogy én magnéziumot azért adtam nekik, mert én úgy tudom, hogy a fürkocsánybénulásnak a fő problémája az, hogy kevés a magnézium, és ezáltal így mutatkozik ilyen fürdkocsány bénulással, ha nem tud annyit fölvenni az adott szőlőtőke. Tehát itt most a nagy kérdés a, a nézőimtől, hogy ez a preobrazsenyénél fürdkocsány bénulás lehet, vagy sem. Ez egy kritikus példány, de van mellette olyan tőke, vagy nem tőke, hanem fürt, ahol csak az alján látok ilyet. Tehát ha megnézzük, hogy maga a a tőkénél, vagy hát ott a fürtnél itt csak az alja kezd el, hogy ez most itt megáll, vagy megy tovább, erre nagyon kíváncsi vagyok. Utoljára fogok adni még neki egy magnéziumos tápoldatot, mert itt azért látom a problémát. Tehát, hogy ezzel Mit lehet kezdeni? Nagyon kíváncsi vagyok, mert mondom, én már adtam nekik magnéziumot, akkor vagy kevés volt, vagy ez másfajta probléma. Ha valaki tudja rá a választ, azt megköszönném. Amúgy meg ilyen hatalmas fürtöket hagytam rajta. Lehet, hogy picit túlterheltem, ez is közre játszik, majd kiderül. Bajkan út most nem fogom kiszedni a hálóból, de már ő is kezdi fölvenni a kis színét nagyon sok fürtöt kötött, úgyhogy ez egy olyan fajta, amit muszáj szelektálni, mert rengeteget tud teremni, és gyönyörű szép. Ezt is muszáj volt takarnom raserhálóval is, mert ahol nem volt megfelelő lombozat, ott bizony meg-megpörkölte a nap, nagyon jó fajtának tartom, idén fog hozni jócskán. Úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy ez egy megbízható fajta lesz a kertembe. Nagyon várom, hogy meg tudjam kóstolni. Tavaly egy ilyen picik is fűrtre volt képes, most pedig azért van rajta szép számmal. Tehát jöttünk a szülői házhoz, itt vagyunk a Dunavnál. Elég rosszul kötött egyes bűrtök sajnos így néznek ki, de van azért jó pár szebb fűrt is. Ugye lugasra van felfuttatva, ez már a második éve neki oltás után, úgyhogy ilyen gyönyörű fűrtökre képes. Tavaly nagyon túl terheltem, és nem értek be a, a fűrtök, de idén azért jóval kevesebbet hagytam rajta. Nekem nagyon ízlik a Dunav, mert egy kicsit ilyen cseresznyés beütése van. Végezetül a Dunav alatt tavalyi oltás a valek. Biztonság kedvéért hálóztam, de eddig nem nagyon bántották a darazsak. Gyönyörű fürtökre képes. Egyet azért meg is mutatok. Tehát így néz ki. Elég ellenálló fajta. Egy hátránya van, nagyon tömöttek a fürtök, ezért a bogyókat ritkítani kell, ki kell ollózni, mert különben szétnyomják egymást. Ez egy ollózott változat már. És nagyon jó ellenálló képessége van, finom muskatájos ízű, úgyhogy csak ajánlani tudom, aki egy kicsit szeret bíbelődni a szöllővel. Hát, zárásként akkor ennyi lett volna. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet és ne felejtjétek, augusztus 18 ezeket a fajtákat láthatjátok, és ha minden jó megy, akkor kóstolhatjátok is a szőlő bemutatón. Sziasztok!